Sziasztok, Kati vagyok. A vízböjtöm harmadik és negyedik napjáról szeretnék egy-egy videót készíteni. Az angol videóban ezt egybe csináltam, és most rájöttem, hogy jobb, hogyha egy-egy napot külön-külön inkább elmondok. Viszont hétfő van, úgyhogy vasárnapot és a hétfőt ma veszem föl. Eddig nem volt időm, mert családdal voltunk, és nem igazán volt lehetséges. Tehát akkor jöjjön vasárnap, tehát tegnap, szeptember 3-a, és ez volt a harmadik nap, a vízböjtöm harmadik napja. Azért nézek ide le, mert itt van nekem a laptop, és én ide írtam jegyzeteket. Tehát, ugye általánosan, hogy éreztem magam, 4-50 körül keltem, ahogy szoktam, de lemértem magam, sokás meditáltam, a saját módomban, kicsit kreatívabban, használtam tegnap azt hiszem kártyákat is, és utána én egyszer elkezdtem érezni, hogy én elég ideges voltam, de ez teljesen normális a harmadik, negyedik napján, az első 3 nap pontosabban a böjtöknél, akinél van fejfájás is, nálam ez nem jelent meg, inkább idegrendszerileg voltam egy kicsit, úgyhogy kértem is a gyermekeimet, hogy egy picikét most ne zavarjanak. És úgy délfelé egyébként teljesen rendben volt minden, az anyósoméknál lebédeztünk, úgyhogy érdekes volt, mert végigültem az asztalnál, egy kislányomnak segítettem enni, és ott, ugye ott volt minden, húsleves, csirke, krumpli, minden saláta, úgyhogy amit akkor észrevettem, hogy nem vagyok éhes, abszolút, hanem inkább egy mentális éhség tört rám, tehát, hogy annyira kiélesedtek az érzékeim, most már, ma, hogy hétfőn mondom, pláne, de egyébként tegnap is már éreztem, hogy igazából csak ezt éreztem, hogy így be akarom kvázi kebelezni egy picit ezeket az illatokat. Érdekes volt. A délután folyamán nagyon-nagyon kreatívnak éreztem magam, írtam, a mesémmel is foglalkoztam, posztoltam az Instagramra, stb., de alapvetően ilyen kreativitás boom jött rám. Festeni nem festettem, mert ott nem volt nálam ilyen eszköz, úgyhogy körülbelül ennyi a vasárnapról, ennyi fért bele, és természetesen folyamatosan mérem az értékeimet, meg mindent, hogy tudjam követni. Jaj, megint oda kell néznem, bocsánat. Na, körülbelül ennyi vasárnapról, köszönöm, hogy követtek, akik követtek, és hogyha van kedvetek, akkor iratkozzatok itt, azt hiszem, itt kell mutatni föl a csatornámra. Különböző videókat szeretnék majd jönni, önismeret és egészség témakörében. Köszönöm szépen! Sziasztok, kellemes napot!